Mintegy 90 kisgyermeknevelő vett részt a szakmai tanácskozáson. Az előadók többek között az Európai Unió kisgyermekkori neveléssel foglalkozó munkacsoportja tevékenységéről, a gyermekek fejlődésének nyomon követéséről, a játéktevékenység tudatos támogatásáról és a bölcsödei kisgyermeknevelők képzési lehetőségeiről beszéltek. Az egész oktatási rendszer nagyon fontos, és külön kiemelném, hogy ugye a bölcsödei ágazat a szociális területhez tartozott. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy szorosabbá kell a kapcsolatot tenni a bölcsödék, illetve az óvodák között, hiszen ugyanolyan nevelő funkciókat lát el a bölcsöde, mint az óvoda, és a legérzékenyebb korban, ugye a kisgyermekkorban éri el a gyermekeket, úgyhogy nagyon nagy sikernek tartom a mai konferenciát, hiszen 90 fő részvételével sikerült megszervezni, és az egész régióba érkeztek így szakemberek. Ez is azt jelzi, hogy milyen fontos szakasza ez a nevelésnek, és milyen fontos kérdés ez Tatabányán is. Évekig ugye az járt közszájon, illetve az volt a tatabányai fiatalok vélekedése, hogy nagyon néz a bölcsődébe bekerülni. Szerencsére ez az elmúlt egy-két évben változott, viszont fel kell arra készülnünk, hogy hála Istennek egy picivel több gyermek születik az elmúlt években. Jelenleg tudunk minden gyermeket fogadni, viszont mindig nyitott szemmel kell a szakembereknek figyelni a gyermek létszám alakulását. Van kapacitásunk újabb csoportszobák megnyitására, és amit kiemelnék, hogy próbáltunk úgy is elébe menni a folyamatoknak, hogy szűkítettük a nyári zárvatartást, mindössze 2 hétig tartanak zárva a bölcsödénk, ezzel is igyekeztünk főként a dolgozó nőknek segítséget nyújtani itt a városunkban. A találkozón köszöntötték Balog Lászlóné Pannikát, akinek neve összeforrott a tatabányai módszertani bölcsödével, hiszen 44 évet töltött ezen a csodálatos pályán. Tatabánya is bölcsöde is én. Bizonyára azért, mert elég sok időt töltöttem el a pályán, és én volt lehetőségem nekem nagyon sok családot megismerni, és nagyon jó kapcsolatot kialakítani, és nagyon sok gyermeket gondozni, nevelni, akik nagyon a szívemhez nőttek. Én a munkatársaimnak is mindig azt mondtam, hogy mindenki csak addig dolgozzon, amíg nem kényszer a munkája, hanem szereti csinálni azt, amit csinál, mert akkor talál benn olyan boldogságot, ami tulajdonképpen éltető erőt ad, és egyre tovább ösztönzi arra, hogy jól nevelje a gyerekeket, és szeresse a családokat.